Hello mindenkinek, sziasztok srácok, interjúk és íme. Jaj, elrontottam, na mindegy. Hello mindenkinek, sziasztok srácok, Dani vagyok, és íme itt vagyunk a következő videóban. És most ebben a videóban egy falusi napunk lesz sokás... Stokászoszan, nem tudok már tényleg beszélni. Na szóval, és akkor ilyen szokásos videó előtti dolgok. Ha PGT Dani is terméket akartok, leírás első sorra, nézzétek meg, mert nagyon-nagyon király termékek vannak. És hamarosan karácsony, szóval mindenkinek ajánlom, hogy aki még karácsonyra szeretne venni ajándékba terméket, az most rendelje meg, mert lehet, hogy már kéthetes kiszállítási idő is lesz, lehet. Ja, mert nagyon-nagyon sokan fognak rendelni, meg most is nagyon sokan rendelnek, szóval ja. És hogyha tetszik a videó, akkor dobtok egy lájkot mindenféleképpen, és valamit kommenteljetek, hogyha akartok valamit kommentelni. És ja, aki pillanatnyilag, akinek tetszik a videó, az írja le a kommentbe, hogy hashtag tetszik a Vidi Dani, valami ilyesmit. Na, szóval kezdjünk akkor bele a dologba, és dobjon egy lájkot is mellé. Megiratkozzatok fel, ugyanis lassan nagyon-nagyon sok feliratkozót el fogunk érni. Ez most a másik csatornámra megy, azt hiszem, ez a videó, szóval itt most a... Hú, nem akarok butaságot mondani, 56 ezret fogjuk hamarosan elérni, valahogy így. Nem tudom, vagy 55 ezret, mindegy. Jó, na kezdjünk bele a dolgokba. Itt vagyunk a falunkban, itt van kis, szia kis, szia kis. Na, menjünk ki szépen, dolgozzunk, vagy csináljuk a mindennapi dolgainkat a faluban. Rengeteg búza van kinőve, meg ilyesmi. Szóval ezeket mindet lehet aratni, és rengeteg kajánk lesz, meg minden, ami a falunak tökéletes ugyanis. Ezeket majd félre lehet rakni télire, meg ilyesmi izékre. Szóval ja, eléggé király dolog. Ezeket szépen gyors learatjuk mindet, így is van. Még annyira úgy nem sok, kicsit többre számítottam, na mindegy. Ez is azért elég lesz valamennyire. Így, né, nagyon jó. Oké, még ezt learatjuk, és akkor szerintem le is pakolunk. Mondjuk még rengeteg aratnivaló van, de mindegy igazából. Ennyit leszedünk, nem akarom ezzel húzni az egész videót, hogy én csak itt aratok össze-vissza. Jó, még akkor ezt, akkor már, hogyha itt tartok. Így, né? És ami közben akkor elmondom, hogyha esetleg meg szeretnétek nézni, ugye van egy nagyobb csatornám, a PGT Dani, de azt remélem, hogy ismeritek. És van ugye egy 30 csatornám, a Dani Minecraft, azt is nyugodtan lecsekkolhatja, aki szeretné. Na! Szóval, így, né? Meg is vagyok. Jó, akkor ezeket gyors lerakom a chestembe, hogy azért legyen valamennyi tartalékunk így kajából, meg ilyesmi... Mi a? Ezzel nem volt itt. Lol! Ez tényleg nem volt itt, srácok, de kaptam ópialmát, meg ilyeneket. Jó, királyság. Jó, mindegy, hát akkor kajálok egyet. És akkor ezeket szépen gyorsan lepakoljuk. Wow, valaki lehet meglepett minket. Kis, ki volt itt? Ki volt itt? Nem mondod el? Nem mondod el, hát mindegy. Na jó van, srácok. Mit kéne még csinálni egyáltalán itt a házunkban? Mert amúgy nagyon egy egyéb ötletem nincsen. Itt is amúgy tele van izével. Ópial, meg ilyesmikkel, tehát érdekes. Na, mindegy. Jó van. Szerintem akkor... Wow, ez mi? Árufeltöltő. Wow! Hello, árufeltöltő, mi van? Szívesen. Ja, hogy te voltál az? Aha. Oké, okay, jó, kösz. Hát, oké. Okay. Nem tudom, ki ez az árufeltöltő, de ő töltött elvileg fel. Hát, köszi, árufeltöltő. Nagyon kedves vagy. Na mindegy, hát kis. Akkor én addig beülök ide a izébe, az ágyamba, és... Jaj, bocs, nem akartam. Szóval megvárjuk, hogy történjen valami izgalmas dolog, mert nem tudom. Igazából azt hittem, hogy általában a videóim elején mindig szokott lenni valami izgalmas dolog egy 3-4 perc múlva, de úgy tűnik, hogy most nem fog történni semmi kis. Nagyon úgy tűnik, hogy most sajnos izgalom nélkül maradtunk, szóval... Hello? Hello, rendőr úr. Jó napot. Hello? De jó, amúgy csak kellett mondanom, na mindegy. Jó napot, mondja, miben segítetek, kedves rendőr úr, megbírom ütni? Jól megbírom ütni. Bocs, csak teszteltem, hogy megbírok-e ütni egy rendőrt. Bocsi, nem direkt volt, na. Igen, rendőr úr, mondja, hallgatom, csupa fül vagyok, meg a kutyám is hallgatja önt, meg minden. Sajnos velem kell jönnie. Mi van, miért kell magával jönnöm? Nem csináltam semmit, rendőr úr. Semmit nem tettem, szóval, ne kérdezősködjön. Oké, akkor adja meg magát! Adja meg magát azonnal! Nem megyek magával! Adja meg magát! Jó, PVP-zni akarsz? Rendben van, nekem így is jó. Na mi az? Na mi az, rendőr? Ha? Ennyi volt? Ennyi volt? Ennyi? Ennyi? Na mi az, rendőr? Na mi az?
Na mi az? Na mi van? Na mi van? Mi az? Rendőr? Semmi? Semmi? Izé? Nem félek. Mi az, hogy nem fél? Hát jó, hát én ütögetem magát. Jöjjön. Nem akarok menni. Hagyjál békén. Amúgy vajon meghal egy ide után? Nem tudom. Hagyjál békén. Nem megyek. Mennyi? Mennyi ütés kell bele? Jaj. Na, ennyi. Megöli a kutyám. Ennyit erről. Jaj, Istenem. Jaj, hát ez eléggé gagyi. Na mindegy. Na mi van, rendőr? Na jó, srácok, kövessük a rendőrt. Kis, várjál. Hívjam a SWAT-ot? Ne hívjál te senkit. Na várjál. Hadd zárjam be a kutyámat, csak akkor legalább. Kis, nyitogass már ki az ajtót, hogy bejön a kutya. Gyere, kis! Gyere! Gyere, kis! Gyere már be! Gyere be! Jó, oké, ügyes kutyus. Na, maradj itt, amíg elmegyek a rendőr úrral, nem tudom hova. Na, mutasd, hova kell menni, vagy nem tudom. Követlek téged akkor, most az egyszer, de... azért elvárom, hogy majd elmondd, hogy mit kell, izé. Ezt vegye fel. Mit? Mit? Mi ez? Szemkötő. Mi a izé? Így, ugye tudod, hogy így is látok. Wow. Lol. Ez de noobság. Na már, alig látok, így nem bírok sprintelni se, hallod? Jó, van mindegy, hát akkor én megyek veled. Wow, hogy ez menő. Ez király. Nem, nem látok ilyen távolra. Ez tök menő. Na. Jó van, hát így nem, így gondolom, hogy így ez azért kell, hogy ne nagyon tudjuk, hogy merre megyünk, de hát így nagyjából amúgy még így is tudom, na mindegy. Hát jó, kövessük a rendőrt, de hogy látom, néha izé, nincs oka örülni. Nincs okom örülni, akkor mi lenne, hogyha most megölnélek téged és inkább elmennék? Amúgy akkor az lehet, hogy kicsikét könnyebb dolog lenne, na mindegy. Jó van, mindegy srácok, hát kövessük akkor a rendőrt, aztán meglátjuk, pont. Na, ne pontpontozzál, mert tényleg megütlek, tényleg meg fognak téged egyszer ölni. Nézd meg, amúgy simán azt kéne csinálnom. Nagyon izé, nagyon beképzelt ez a rendőr közben. Azt se tudja, hogy izé. Azt tudja, hogy kivel áll pillanatnyilag szemben azért. Eléggé király PvP-s vagyok, merre kell mennem? Merre kell mennem? Nem látok semmit! Segítség! Nem, ja, oké, rendben, bocsi. Na, jó, ó, ez mi? Hol vagyunk? Hol vagyunk? Jövök. Jövök, itt be kell mennem? Oké, jövök. Na, Mizu van, leveltem már a szemkötőt? Leveltem már? Tisztelt rendőr vagy valami? Nem tudom, igen, jó, rendben, akkor leveszem. Aha, és így el is tűnt. Na, király, oké. Hol vagyunk? LOL. Ez egy ilyen nagy ketrec, vagy mi ez? Ez egy ilyen bekerített faluféleség. Egy táborban? Ez milyen tábor? Hagyjuk már, miért hozott engem egy táborba? Én nem iratkoztam be semmilyen táborba, rendőr úr. Én nem akarok ilyen izébe járni, ilyen nyári tábor, meg ilyesmi. Én megyek haza a kutyámhoz, viszontlátásra. Hello, örültem a találkozástak, meg minden. Én megyek vissza. Engedjen már ki. Hallod? Engedj már ki. Nekem is van olyanom, ne izéljél. Nekem is van olyanom, nem. Engedj ki! De engedj ki! Engedj már ki! Engedj már ki! Na jó, oké, akkor ütögessük egymást, nekem az is jó. Na gyere! Na gyere! Na! Gyerünk, kiengedsz, kiengedsz, biztos, hogy kiengedsz. Én nem fogok itt maradni ebbe a táborba. Béna vagy. Nagyon-nagyon béna vagy. Na jó, abba hagyom, mert ebből csak baj lesz, veszek egy izét. Ütögethetsz. Oké, rendben, ütögetlek. Tessék. Na. Na, mi az? Na? Ennyi volt. Na jó van. Hát ennek a rendőrnek így ennyi volt. Srácok, akkor már csak ki kéne jutni. Hát ez egy jó béna rendőr volt. És mi ez a táborom úgy egyáltalán? Na várjátok, nézzük már legalább akkor körbe. Ennyi volt a rendőr, hashtag ütögethetsz. Úristen, mennyi van itt? Táborlakó. Srácok, titeket is ilyen illegálisan zártak idebe? Valaki válaszoljon már. Csá, téged illegálisan zártak idebe, vagy te magadtól jöttél, vagy valami? Kedves, izé. Igen, engedj már ki. Na jó van, megöltem azt a rendőrt, szóval mindjárt kiengedett titeket, csak várjátok, hadd nézzek be abba az izébe. Kovácsba. Itt van Csákány. Amúgy nem azért, de valamelyikötöknek lehetett volna annyi esze, hogy benézze be az izébe. Aztán csá, na mindegy. Jött, akkor engedjük ki az embereket. Srácok, ezek, nem tudom, ez így érdekes volt. Itt volt egy rendőr, aki bezárt egy csomó ilyen izét, falusít egy táborba. Na mindegy, srácok, kinyitom a ajtót, aztán, hogyha majd ki akartok jönni, akkor nyugodtan gyertek. Itt van, így tökélet, amúgy mindegy. Na, figyeljetek, itt van az ajtó, álljon meg! Mi van? Mi az?
Viszont, hogy álljon meg. Jönnek? Jönnek, nem á? Jönnek? Én nem láttam senkit, na mindegy. Jó, hát akkor mindegy, menekülünk. Hát srácok, én kiszorultam. Megölte a kollégámat. Hát ja, ő támadt nekem, azt mondta, hogy nyugodtan ütetem. Megengedte. Hát mindegy, jó, ugye ez eléggé közel van ez a tábor, szóval én szerintem ebből a faluból le fogunk lépni minél gyorsabban. Kissel, szóval srácok, nem is nagyon akarom tovább húzni a videót, még gyorsan megyek kis mellé. Hol van? Jajaj. Gyorsan megyek kis mellé, nekünk minél gyorsabban szerintem le kéne innen lépni. Ugyanis mielőtt még ugye átjönnének a izék. A rendőrök, szóval. A srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok van a videóban, hogy tetszett, hogy egy lájkot írjatok fel a csatornámra, tekerjetek le a többi csatornámat, és ja, írtok kommentet, meg ilyesmi, és csekkodok le a termékeimet. Szóval ja, ennyit, találkozunk legközelebb, és még egyszer köszépen, sziasztok!